Még sosem volt ennyi rendőr és határőr a Lengyelországot és Belaruszt elválasztó kuzsnyicai határátkelő környékén. Egy hetet több száz illegális bevándorló próbált bejutni az Európai Unió területére. A határt azóta őrzi a rekordszámú egyenruhás. Azóta a civil szervezetek is alig segítenek azoknak, akiknek sikerült átjutniuk Lengyelországba. Eddig Lukasenka játékát játszottuk, mondta egy önkéntes. Arra számít, hogy visszafordítják az embereket, de ha humanitárius segítséget nyújtunk, segítünk a menekült kérelmek beadásában, akkor olyasmit teszünk, amire a belarusz elnök nem számít. A lengyel Helsinki alapítvány a Hágai Nemzetközi Bíróságnak írt levélben részletezte, hogy tapasztalataik szerint a belarusz hatóságok milyen emberiesség elleni bűnöket követnek el. Az Európai Uniótól azt várják, hogy saját határaikon belül oldják meg a problémát. Egy lengyel ellenzéki képviselő szerint a helyiek életét megzavarta a hirtelen keletkezett krízishelyzet. Nem engedhetjük meg, hogy egyszerűen visszatoloncálják az embereket, és az sem, hogy a földünkön fagyjanak halálra az emberek. A helyiek csodálatosan viselkednek, ők azok a csendes hősök, akik segítenek az áldozatoknak, és ők azok, akiket a lengyel kormány egyedül hagy a küzdelmükben. Csütörtökön egy 20 éves szíriai fiatal holttestét találta a fák között egy erdész. Kicsivel később a lengyel rendőrök egy kb. 100 fős csoport határátlépési kísérletéről adtak tájékoztatást.